Ötvenedik fejezet A lány tudta, hogy az átváltozás megtörtént, mert pokolian fájt. Leírhatatlanul fájdalom tört rá, amikor jelenlegi alakjából kiszakadt a másik. Amikor a démon rátört, egy olyan erőforrásból tudott meríteni, amely hirtelen feltört benne, és teljesen átjárta. Vad, könyörtelen mágia tört ki belőle, amely a lényre irányult, és elrepítette. A benne szunnyadó erő már évekkel ezelőtt is lángokban, a tűz valamilyen formájában manifestálódott benne. Minden szagott érzett, és mindent látott. Felerősödött érzékeivel mindent érzékelt, mindenre figyelt, és az érzékei megsúgták neki, hogy ez rossz, és azonnal mennie kell. De csak akkor fog elmenni, ha kól és fürge biztonságban lesz. A lány abba hagytag, Lény abba hagyta a gurulást és újra talpra ugrott. Szeléna is kór közé állt. A démon megszagolta és elterült a földön. Szeléna magasba emelte a demariszt, ordítva harcba hívta, a távolból a ködből válaszul hangok harsogtak, az előtte lévő lény is együtt üvöltözött velük. A lány korra nézett, aki még mindig fürge felett gubbasztott, szeléna szemfogai szikráztak a szürkefényben. A férfi felnézett rá, érezte ijedtsége és csodálata szagát, érezte a vérének a szagát, amely olyan emberi és olyan megszokott volt. A mágia egyre inkább eluralta, ellenőrizhetetlen, ősi és parázslóan forró volt. Menekülj, mordult korra, inkább kérve, mint parancsolva, mert a mágia valami eleven dolog volt benne, és ki akart törni belőle. Úgy érezte, hogy benne épp úgy árthatna, mint a lényben. Ráadásul ez a rémkapu bármikor becsukódhat, és örökre bezárja őket ide. Nem várta meg Kóra reakcióját, a démon a fonyat fehérhúsú árnyalak rárontott. Szeléna elébe menve halhatatlan erejével úgy ütötte meg, mint egy láthatatlan ökölcsapás. Kék tűz lövelt ki az ökléből, de a lény kitért a támadás elől, ahogy a többi elől is. A lény meglendítette a Damariszt, de a démon elhajolt, és pár lépésnyit hátrált. A távoli bőgő hangok közeledtek. Lépéseket hallott a sziklás kavicsos földön, és tudta, hogy Koll a rémkapu felé halad. A démon elkezdett körülötte körözni. A léptek zaja elült, ami azt jelentette, hogy a férfi kiutott, és biztos, hogy magával vitte fürgét is. Biztonságban volt. Biztonságban. A lény túl okos volt, túl gyors, és nyakigláb alkata ellenére túl erős. És ha erősítést kapna, ha további társai lépnék át a rémkaput, mielőtt bezárul? Szerén a mágiája egy mélyebb forrásból újra felduzzadt. Felmérte a köztük lévő távolságot, és haladt visszafelé a rémkapú irányába. Nem igazán tudta kordában tartani az erejét, de volt egy kardja, egy szent kard. A tündérek által kovácsolt kard, amely elbírja, kiállja a mágiát, és csatornát biztosít az erejének. Gondolkodás nélkül hagyta, hogy minden nyers ereje az aranykardba folyjon. A penge vörösen kezdett izzani, szélein sisteregtek a villámok. A démon érezte a veszélyt, és megfeszült. Szelén két kézzel ragadta meg a kardot, és a feje fölé emelte. Egy csata kiáltással, amely a ködben szilánkokra tört, a Damariszt a földbe csapta. Ebben a pillanatban a földben repedés keletkezett, amely a démonig nyúlt, egy égő folyondár barázdákból és hasadékokból. Amikor a föld darabonként kezdett alaktuk széttöredezni, a lény menekülőre fogta. Hamarosan szerénelt is csak egy kis földnyelv vette körül, amely a nyitott rémkapuval is összefüggött. Közben a szakadék egyre nagyobb lett. Kitépte a Damariszt a repedezett talajból, át kellett kelni a krémkapun még hozzá azonnal. De még mielőtt elérte volna, még mielőtt egyáltalán meg tudott volna mozdulni, a mágia benne olyan heves hullámokat vetett, hogy térdre rogyott. Őrült fájdalmak közepette visszaváltozott esetlen törékeny halandó testébe. És aztán erős kezek nyúltak a hóna alja alá, ezek az ismerős kezek a rémkapun keresztül visszavonszolták Eréliába, ahol a mágiája kialudt, mint egy gyártya. Dorian visszaérve még éppen látta, hogy Cole Szelénát a rémkapun keresztül vonszolta. A lány tudatánál volt, de teljes tessújával a kapitány karjára nehezedett, aki őt a földön húzta. Mihályt átlépték a rémkaput, a férfi lejtette őt, mintha parázslóan forró lett volna – és szelén az elterült a kőpadlón. Mi történt? A rémkapu mögött az előbb egy sziklás vidék volt, és most, most csak egy kőszírt, mögötte pedig egy hatalmas kráter. A sápatag lény eltűnt. Szelén a reszkető végtagokkal nagy kinkeservek árán felkönyökölt. Doriannek majd szétszakadt a koponyája, de arra még képes volt, hogy oda menjen hozzá. Nemrég éppen feldántigálta a lányt a lépcsőn, aki aztán egyszer csak akkorát suhintott rá, hogy elvesztette az eszméletét. Miért? Zárd be, parancsolta kól a lánynak. A férfi krétafehér arcán a vérnyomok iszonyúan kiütköztek. Zárd be! Nem bírom, teljesen kimerültem, lihegte Szeléna. Dorian a falnak támaszkodott, annyira fájt a feje, hogy majdnem térdre esett, de oda botorkált a rémkapu előtti részhez, ahol Kóla lányjal beszélt. Fürge Szelénához simult. Még többen fognak átjönni, zihált a Kól. Dorian érezte, hogy valami nincs rendben, valami nem stimmel kettejük között. A kapitány nem érintette meg a lányt, nem segítette fel. A kráter mögött a bőgés egyre hangosabb lett. Nem kérdés, hogy ezek a lények utat fognak találni, hogy átjussanak Eréliába. Elfogyott az erőm. Nem bírom bezárni a kaput. Szeléna felsóhajtott, és Dorianra nézett. De te meg tudnád tenni. Szeléna a szemes arkából látta, hogy Kold Dorian felé fordul, és feltápászkodik. Fürge újra gazdálja meg, a rémkapu közé vonszolta magát, és halkan morgott. Segíts!-suttogta a lánya hercegnek. Úgy tűnt, hogy egy leheletnyi energia visszatért belé. Dorian, anélkül, hogy kóra nézett volna, tett előre egy lépést. Mit tegyek? A véredre van szükségem, a többit megcsinálom, legalábbis remélem. Kóla erre tiltakozni kezdett, de Szelén a halvány keserű mosolyjal reagált. Ne aggódj, csak egy felszíni vágás lesz a karján. Dorian eltette a kardját, és elővette a tőrét. Felhajtotta a tunikája ujját, és a pengét végighúzta az alkarján. A vágásból azonnal világos vér bugyogott fel. – Hogy tanultad meg, hogy kell ilyen rémkaput kinyitni? – kérdezte Kolkomoran. – Találtam egy könyvet. – felelte. – Ez volt az igazság. Nehémiával akartam beszélni. – Hallgatás, együttérző ilyet hallgatás de aztán a lány hozzáfűzte. Azt, azt, hiszem, hogy véletlenül megváltoztattam egy szimbólumot. A rémi mutatott, amit letörölt, és amit újra fellángolt. Rossz helyre vezetett, de ezzel talán be is lehet zárni a kaput, ha szerencsénk van. Azt inkább nem mondta meg nekik, hogy a kiáltásaik nem voltak éppen rózsásak, és jó esélyük volt arra, hogy nem fog működni a dolog, de mivel a lakosztályában nem volt több varázsigéket tartalmazó könyv, és mert Árcser magával vitte az eleven halottakat, csak egy lezáró varázsigéje volt, amit a könyvtár alatti ajtónál használt. És semmi esetre sem fogja ezt a nyitott rémkaput így itt hagyni. Dorient vagy Colt arra kérni, hogy álljon őrt itt. Valamikor a rémkapu magától is bezáródik, csak azt nem tudta, hogy mikor addig még több ilyen lény juthat át. Így tehát nem maradt más választása, mint megpróbálni. Ha nem működik, akkor majd kitalál valami mást. Működni fog, mondta magában. Dorian megnyugtatásképpen átkarolta, amire Szeléna újját újra a vérébe mártotta. A lányban csak akkor tudatos volt, milyen jéghideg a keze, amikor érezte újai hegyén a meleget. A lezáró jeleket a zöldben fényülő szimbólumokra írta, egyiket a másik után. Dorian egy másodpercre sem engedte előt, egy kicsit közelebb is húzódott, amikor szelén a kisé megingott. Kohl némán nézte őket. Bár alig bírt állni a lábán, de nem pihent, amíg Dorian vérével fel nem írt minden szimbólumot. Hosszan vízhangzó bődülés dübörgött végig az elátkozott világon, amikor az utolsó szimbólum is felvillant. A köd, a sziklák és a szakadék elhomályosult a sötétségben, majd megjelent a jól ismerős kőfal. Szerén a teljes figyelmével egyenletesen próbált lélegezni, ha képes tovább lélegezni, akkor nem fog összeesni. Dorian egy sóhajtás kíséretében lengette a karját, és végre elvette a kezét a hátáról. Menjünk, sürgette őket, kol, majd felemelte fürgét, aki a fájdalomtól vonyított, és figyelmeztetően morgott rá. Azt hiszem, mindannyiunknak szüksége van némi lélekerősítőre, mondta Dorian nyugodtan, és magyarázatra. De Szeléna egyre a lépcsőt nézte, ahol Árcser elmenekült. Csak néhány perce lett volna. Olyan érzése volt, mintha egy ember öltő telt volna el azóta. Mindazonáltal csak néhány perccel ezelőtt kapkodba vette a levegőt. Csak egy utat ismert, ami kivezetett a kastélyból, és biztos volt benne, hogy Árcsár pontosan arra ment. Azok után, amit Nehémiával tett, és még a könyvet is magával vitte, majd magára hagyta azzal a lényjel, Szelén a kimerültségét a jól ismert dűváltotta fel, és mindent felperzselt benne. Árcser mindent tönkretett, amit szeretett. Kól elállta az útját. Nehogy eszedbe jusson. Zihálva tette a hülyébe, hüvejébe a demariszt. Ő az én dolgom. Mielőtt a férfi megállíthatta volna, lerohant a lépcsőn.